Ma egy jó sorozatba kezdünk, ugyanis nincs ásunk, csak egy darab csankunk. Noéhoz hasonlóan minden állatból egy pár, amiket igazából össze is kéne kaparni, mielőtt leesnek a világból. Jó, most már csak ezt az egy bárányt kéne valahogy beszuszakolni oda. Csak már nem akarom többször megütni, mert meg fog halni. Nehogy lesételj, nehogy lesételj. Szuper! Megszereztük mindet, úgyhogy ők most már biztonságban vannak, és a miénk az egész terep. Több kihívással is szembe kell néznünk, először is otthont kell építenünk, majd egy mob farmot kell elkészítenünk, el kell érnünk a világunk tetejét, kibányászni az összes ércet, farmokat készíteni cukornádból, búzából, krumpliból és répából, építeni egy falut falusiakkal. Emellett minden részben, hogyha írtok kommentben kihívásokat, akkor egyet kiválasztok belőlük, és hozzárakom mindig a kihívásokhoz, hogy a végére egy hosszú listánk legyen, amiket mind-mind meg kell csinálni ezen az egy darab csankon. Egy darab feltétele van csak a játéknak, a csankon belül kell maradni, tehát csak fel és lefele építkezhetünk, kivéve a Nethert és az Endet, ugyanis ott egy rendes világ található mind a kettő világban. Na most a legnagyobb problémánk, hogy megy le a nap, és még semmilyen világító eszközünk nincsen, bár egyébként azt vettem észre, hogy hiába megy le a nap, a fény nem változik, miután odalentről látszik most is a nap, így azt hiszem, hogy világít olyankor is, amikor elvileg nem kéne, hogy világítson. Úgyhogy, hogyha itt nem fáklyázunk, sem kellene, hogy spangoljanak a szörnyek, illetve a 24 blokkos távolságukban sem kéne, hogy spangoljanak a szörnyek, úgyhogy még az is lehet, hogy az éjszakát megúsztuk szörnyek nélkül, viszont az étel már nagyobb probléma lesz, ugyanis kelleni fog nekünk legalább egy darab mag, és nagyon remélem, hogy valamelyik fűszállít... Ah, jó, egy darab magunk már van. Az már azt jelenti, hogy megmenekültünk, de még nem kizárt, hogy éhen halunk, mielőtt ezek kinőnek. Ez az egy fa volt itt egyébként ezen a csankon, amit egyébként saját kezűre készítettem ezt a pályát. Ez egy survival mapből lett kivágva, ez az egy darab csank, úgy, hogy ugye tartalmazza lent az end kaput. Az, hogy azon még hogy megyünk át, az egy jó kérdés, hogy tudunk-e endermeneket szerezni. Sajnos mivel saját készítésű pálya, így még senki nem bizonyította, hogy fognak spawnolni endermenek, de mivel fogunk csinálni egy mob spawnert is, talán az is lehet, hogy lesznek endermenek, és akkor át tudunk menni az endbe, hogyha nem, akkor valahogy máshogy kell megoldani. 4 darab magot találtunk, úgyhogy ezeket mindjárt ide elültetem a kis tavunk mellé, illetve van még egy ilyen kis mélykaptárunk, ami már most csurig van, úgyhogy ezt mielőbb meg kéne fejni. Úgyhogy gyorsan csinálunk is ide crafting table-t, csinálunk belőle egy csákányt, és akkor lejjebb ásunk. Szétnézünk, mi van itt a világunknál. Szerintem itt jó lesz, hogyha beásunk, és gyorsan innen kikapunk néhány követ. Jó, 24 darab kő elég lesz. Csinálunk most ebből egy ilyen csákányt, illetve csinálunk egy ásót és egy kapát. Itt egy kicsit átformáljuk a környéket. Ezt a 4 magot ide el is ültetem. És mielőtt mi megennénk, azelőtt szerintem azzal lenne célszerű kezdeni, hogy a kis állatokat megetetjük. Illetve mielőtt találni kéne vasat, hogy a bárányokat meg lehessen metszeni. Bár nem hiszem, hogy a metszés a legjobb szó rá. Igen, csinálni kéne még egy baltát, és akkor ezzel kinyessük itt a fa további részét. Azt az egy darab fablokkot ott szeretném meghagyni, mert nem vagyok benne biztos, hogy ha kiütöm, akkor nem tűnik el a mélykaptár. Ugyanis ezt a frissítést én még annak idején kiadtam, úgyhogy a méhekben nem vagyok otthon, de ha minden igaz, akkor egy üvegcsével meg lehet fejni a csöpögő csuprot, és akkor az lehetne először is a kaja forrásunk. Talán ez a fa innen most szépen le fog bomlani, ha nincsen több ágacska benne, de szerintem nincsen. Lerakjuk gyorsan a sütőnket, és vagy 4 darab fát itt kisütünk, végre van egy kis fényünk, addig megpróbáljuk elkapni ezeket a cukornádakat. Szuper. És akkor elültetjük őket ide, hogy ne a pálya szélén kelljen növeszteni, mert nagyon nem szeretnék leesni. Jó. Cukornádunk már van. Ebben a kis tavacskában pedig van egy darab kelp, ami nagy hasznunkra lesz, ha egyszer eljutunk odáig, hogy használni tudjuk, ugyanis ez a chunk
ez csak fölfelé és lefele tud terjeszkedni, amivel a legnagyobb probléma az az, hogy hatalmas távokat kell megtennünk vertikális irányban, és ezt a legkönnyebben, van egy zeppelinünk. És a leggyorsabban ezt a felfele vezető utat egy vízi lifttel tudjuk majd megoldani, amihez majd még át kell mennünk a Netherbe, hogy szerezzünk Soul Sandet, de az majd egy következő problémánk lesz. Egyelőre a kaját kell megoldanunk, hogy az legyen bőven. Remélem dobál almákat, már az is segítség lesz. De addig is le tudunk menni és bányászni. Szerintem egy ilyen csiga lépcső vonalban fogunk lefele haladni, de az jó lenne elérni mondjuk a szélét, mert majd a pályasz sarkában szeretné megcsinálni a liftet, és ha már itt dolgozunk, akkor ne dolgozzunk fölöslegesen, ez szén, az király. Szélre is szükségünk lesz, viszont a szenet nem kéne eltüzelni, mert abból nagyon véges a forrásunk, viszont faszenet mondjuk tudunk csinálni, mert fából viszont egyáltalán nem véges. Hú, micsoda kilátásunk van itt, úgyhogy semmit nem kéne ledobálni, remélhetőleg nem lesz ezzel probléma. Gyorsan innen kikapkodunk mindent, esik az eső, király. Egyébként ráment az egész napom erre a custom pályára, nem gondoltam volna, hogy ilyen sokáig fog tartani, és hogy ennyi idegeskedés lesz vele, mire sikerül mindent megoldani. Rengeteg akadályba ütköztem, végső soron, még több szén. Sikerült egy olyan pályát összeraknom, ami életszerű, és tartalmaz mindent, amire csak szükségünk lehet ahhoz, hogy végig tudjuk vinni a játékot. A fáklyázásra nagyon kell ügyelni, ugyanis csak ezen a sankon tudnak spangolni az ellenséges szörnyek, úgyhogy minden lehetőséget ki fognak használni, hogyha mi hagyjuk nekik. Ami egyrészt jó is, mert hogyha egy mobformat akarunk csinálni, akkor az valószínű nagyon effektív lesz, és mivel én az ég fele szeretnék terjeszkedni, így a mobformot valahova a bányába kéne megcsinálni. Oké. Úgy látom, jó helyen vagyunk, ugyanis a mészkő nekünk azt jelenti, hogy elértük a bányát. Szuper. Ujj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 
érkezni. Lehet szükség lesz itt egy kardra. Ajjaj, hogy csináljuk ezt? Lehet, hogy egy falat kéne ide emelni, hogy könnyen le tudjunk menni, és folyamatosan végig fogunk terjeszkedni. Illetve ezt is bezárom itt, hogy ne tudjanak lelökni. Aha, hát ez nem volt vicces. Tudod, mit kéne csinálnunk? Egy pajzsot. Ha tudnám, hogy kéne pajzsot csinálni. Az a helyzet, hogy arra még soha nem volt szükségem, és attól tartok, hogy kéne hozzá vas. Bár azt is lehetne, hogy a szélén ásunk végig, valahol erre, király vas. És akkor itt végig fákjázgatjuk, anélkül, hogy lebuknánk, hogy itt vagyunk. Ijjaj. Aha, szépen cselesen ezt itt megoldjuk. Ezt a vizet nem kéne, hogy itt elfolyjon. És viszünk mindent, ami mozdítható. Hát már pedig ezt itt valahogy ki kell fákjáznunk, anélkül, hogy meghalnánk. És az a baj, hogy kb. Egy lövésre vagyunk attól, hogy meghalljunk, és valamiért nem töltődik vissza az életünk. Úgyhogy lehet, hogy én gyorsan felszaladok inkább. Csak pár tudnám, hogy rakjam le itt a lépcsőt, hogy vissza tudjunk menni. Hát, ha potyogott le nekünk egy kis alma, mert hogyha azt fel tudjuk szedni, akkor már előrébb vagyunk a dolgokkal. Bár az ugrálásra is nagyon kell vigyázni, mert szerintem az is fogyasztja a kajánkat. Hát ez sajnos még nem a... De már itt vagyunk fönt, király. Szerintem hagytam benne valahol még fát, azért nem akar eltűnni. De majd akkor a kapánkkal itt gyorsan. Aha, itt van. Még ott is hagytunk. Jó, akkor még van fánk is legalább. De egy kis almának nagyon örülnék. Még egy sapling. Szuper. Illetve, hogyha van homokunk, akkor meg tudjuk azt tenni, hogy legalább három homokot kiégetünk. Ó, ott egy alma. Ó, nagyon sok fánk lesz, ez nagyon jó. Legalább emiatt már nem kell aggódni. De még egy almát dobhatna. Vagy ha nem, akkor ugye csinálunk így egy ilyen kis üvegcsét. És akkor, aha. És ha minden igaz, akkor ezt meg lehet inni. Szuper. Elvileg vannak virágjaink, úgyhogy a kis mézes bödönünk az hamar meg fog telni. Kérdés csak az, hogy elég hamar ahhoz, hogy ne halljunk éhen. Na de mielőtt visszamennénk és elveszítenénk mindent, csinálok egy ládikót, és akkor abba beledobálunk minden olyan dolgot, amire egyelőre nem lesz szükségünk. Valahogy így. Illetve szerintem ezt a vasat én kisütöm, és akkor megpróbálunk csinálni egy pajzsot. Azt mondja, hogy itt is van. Úgy látom, több almánk nem esett le. Úgyhogy akkor menjünk vissza a kis barlangunkba. Mondjuk most már a fákját ki kéne cserélni így, és akkor ezt így magam elé tartom. És akkor gyorsan itt összerakunk egy kardot magunknak. Jó, van most már mohánk is.
ami már valami. Hello? Ja, de jó. Új, és akkor itt nem még tudunk szerezni magot. Szerintem ezt a kis bányát itt egy az egyben kiürítem úgy, ahogy van. Ezekre azért vigyázni kéne, amíg nincsen nekik fényük, addig vigyázni kell rájuk. Király még egy mag. Ugyanis, ha azelőtt szedjük le, nem fog nekünk dobni semmit. Itt pedig még van homok. Oké. Legyen itt egy hagyományos mob spawner, hogy középen folyik a víz, és akkor rakunk le ilyen kis blokkokat, ahol tudnak spawnolni. Vagy én még azt találtam ki, hogy itt végighúzunk egy ilyen falat, hogy ne lássanak minket. Oda bent a sötétbe tudnak spawnolni. Majd amikor idejövünk és kiütjük a blokkot, akkor meglátnak minket, és az összes mob elkezd felénk jönni. És akkor ide rakni nekik egy csapdát vízzel, amiben bele tudnak sétálni, és lemossa őket pár blokkal lejjebb. Lehet inkább abba az irányba kéne elmosni őket, hogyha ott meg akarjuk majd csinálni a vizes liftet. Tehát onnan lemossa őket a víz, bemossa őket egy lyukba, ahol pedig ráesnek a dripstone-ra. Lehet, hogy a dripstone egyébként csak egyet fog rajtuk sebezni. Ezt ki kéne próbálni. De előtte fölmegyünk, és csinálunk egy ollót, hogy a bárányokat meg tudjuk metszeni. Illetve, hogyha majd nőnek ki fák, akkor kerítést is fogunk csinálni, és akkor csinálunk az állatoknak külön-külön mindegyiknek. Ú, mennyi fa. Hú, de jó. Te még nem írtél meg szerintem. Mindegyik állatot egy külön karámba rakjuk, és akkor tudunk majd szerintem csinálni olyan farmot a tehenekből, ami az Underground Project pályáján is van. Az elég kicsi, és bőven elfér egy ilyen 8x8-as kis biomon. Aztán azt szeretném megcsinálni, hogy ilyen szinteket csinálok, például egy hatalmas nagy házszintet, aztán fölé valami mást, és így tovább. Jó, süt ki a nap. Csinálunk akkor egy ilyet, és akkor valahogy úgy kéne őket megmetszeni, hogy fel tudjuk venni. Lehet akkor csinálok most gyorsan ebből a sok fából kerítést. Nem akarok túl nagyot, nincsen ugye túl sok helyünk ahhoz, hogy itt barangoljanak az állatok. Szerintem valahova itt a szélére meg tudjuk építeni. Nem tudom, hogy szedjük egyelőre szét őket, lehet, hogy most még nem szedjük szét őket, hanem csak csinálunk nekik egy ilyen karámot, és akkor valahogy úgy oldjuk meg, hogy csak itt tudjanak majd kimászni. Így, mehettek. Nem is ideálisan, de az a malac, az megoldott mindent. Gyerünk, tehénkék. Vagy ott még nem tudtok kijönni? Jó, akkor így csináljuk. Így már csak ki tudtok jönni. Ez a búza megérett most már? Szuper, van egy búzánk. Akkor ezekkel át tudom őket csábítani. Ide. Abba a pillanatba. Malacka, gyere. Ne legyél makacs. Hello, gyere. Lehet, hogy ez egy kicsit kicsikarám lett, mert akkor mindjárt kibővítem még egyel. Illetve talán erre is ki tudjuk bővíteni. És akkor ezeket innen lebontjuk. És akkor mindjárt jobban el fogtok férni. Nagyon jó. Gyertek föl. És akkor hát nekünk is össze kéne szedni itt a földeket. Szuper. Jöjjön mindenki. Te leszel az első malac, akit meg fogok ölni, hogyha nem jössz. Nagyon jó. És akkor gyorsan a kezünkbe veszünk egy földet, és így. Okés. Titeket akkor megmetszelek, és akkor ti belőletek lesz itt a kiút. Ugyanis csinálunk belőletek legalább egy darab ilyet, és akkor mi innen ki is tudunk menni. Szuper. Jó, hát ez volt aztán a Impossible küldetés, de megoldottuk. Kell még nekünk föld, ezt visszaássuk. És akkor jó lenne, hogyha ti most már onnan kimásznátok. Erre gyertek. Hú, jó bonyolultak. Na, hát el vagytok kapva. És mivel csak egy búza van, sajnos így még senki nem eszik, de majd akkor így megpróbálunk titeket. Hogyha ezt a fát kivágjuk, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy ilyen hármas szakaszokra bontjuk, és akkor mindenhol csak egy-egy állat lesz. Azt mondja, hogy eljövünk erre. Így. És akkor itt csak egyféle állatot kéne átengedni. Jó, ez egy bárány. Jó, bárányok szétválasztva. És akkor oda is lerakunk egyet. Ti pedig itt választódjatok szét. Oda is. Ó, hát ez zseniális. Ezt mindenki így akarta. Köszönöm az együttműködést. Szét vannak választva az állataink. Mindenki el van a saját kis karámjába, mi pedig ki és be tudunk járkálni. Zseni. Hogy áll a csuprunk? Úgy látom még sehogy. Jaj, de kis fa vagy. Jó. Ezeket innen kicsapdossuk. Ú, két almánk is van, ami azt jelenti, hogy teljes életünk van. Nagyon szuper, most már csak a búzának kéne gyorsabban nőnie. Volt még magunk, nem? De még két magunk van. Akkor abban a pillanatban bővítjük is tovább itt a farmunkat, illetve a fákat visszaült egy... Ú, már van 15 szeplingünk, jó. Nem lesz itt probléma, kinőtt ide még egy fa. Remek. Titeket pedig megmetszelek, és akkor csinálunk egy ágyikót. Így. Ú, még egy alma.
Szuper. Akkor összedobunk itt egy ágyikót, és lemegyünk a mob farmhoz, és akkor megpróbáljuk megcsinálni azt a dizájnt, amit kitaláltam. Na, hát még nem csöpögsz, de majd előbb-utóbb fogsz, én bízok benned. Jó. Egy biztos, hogy csinálunk akkor egy vödröt magunknak, illetve csinálunk csapóajtókat, mert azok fognak kelleni. Hát még így, hogy meglegyen a 8 csapóajtó, illetve kell nekünk még egy tábla, hogy ne folyjon tovább a víz. Jó, hát csináljunk akkor egy dupla ládát, úgy látom, hogy arra is szükségünk van. Hát akkor az ágyat arrébb rakjuk, így. És akkor egyen lejjebb fogunk letelepedni. Hát lehet, hogy ezt a vizet én innen megszüntetem, ugyanis odafent van végtelen vízünk, úgyhogy ide lentre szerintem nem kell. Bár még egyet jó lett volna meghagyni, de mindegy. Valahol még folyik víz, úgy hallom, úgyhogy ha megtaláljuk, akkor legalább nem fog kelleni visszamenni fentre, még egy vödör vízért. Jó, szerintem így jók leszünk. A plafon nem fogom most kiegyenesíteni, viszont itt elzárjuk a fényforrásokat, így, illetve itt is elzárjuk ezt a lyukat, megbetömjük még ezt a kis helyet ígyni, és akkor azt kéne megoldani, hogy ugye majd itt elfalazzuk, azért még most lerakunk pár fáklyát, nehogy hirtelen előbukkanjon valaki. Jó, és akkor szerintem itt kiásunk nekik, és még találtunk vasat is, ez remek, valami ilyesmi kis távot, kikapjuk gyorsan innen a vasat, mert azt nem hagyjuk itt. Mennyi. Sajnos nem szabad elbíznom magam, ugyanis nincsen olyan sok vas a pályán, mint az elsőre látszik, és rengeteg olyan dolgot kell megcsinálnunk, például rengeteg hopperre lesz szükségünk. Jó, és akkor hogy vagyunk? Ez a víz. Szinte tökéletes. Pont ebbe a két lyukba kéne, hogy leessenek. És akkor ide a trapdoorokat végigpakolgatjuk. Valahogy így. És akkor itt kéne még leásni. Csinálunk magunknak egy kiutat. És akkor majd itt lesz a kukucskálójuk. Megindul mindenki felénk, és akkor szépen beleesnek a vízbe, ami lesodorja őket abba a lyukba. Gyorsan összedobunk egy crafting table-t, és csinálunk belőle egy csomó létrát. Olyan nagyon sok nem kell, de amennyi ebből kijön, az pont elég lesz. És akkor itt leásunk, illetve itt is leásunk. Na hát itt már vízre bukkantunk, amire most nincsen szükségünk. Vagyis hát, hogy nincsen. Így van. És akkor ez lesz itt az alsó szintünk. És akkor itt lesz a kis kukucskálónk. Ide pedig ledobáljuk ezeket, és akkor hát, ha valami hatása lesz neki, ígyni, illetve lehet, hogy célszerű lenne csinálni még fél blokkokat, vagy pedig egy kerítést, ígyni, hát inkább csináljunk még fél blokkot, az biztonságosabbnak érzem, és akkor így elvileg ők nem tudnak megütni, én viszont be tudok odaütni. Mondjuk a kerítést pedig rakhatnánk ide, így, mert mi akkor be tudunk utána menni hozzájuk. Jó, ez elvileg ide nem kell, itt hanyas fényszint van. 4-es, az nekünk elég, így akkor nincs más hátra, mint kiütögetni a fáklyákat, és visszaépíteni itt a falat egy darab dirt blokkal. És akkor most elmegyünk föntre és várunk, illetve alszunk egyet, és megnézzük, hogy mit tudunk odafent csinálni. Hát például tudunk bárány metszeni, a fák még nem nőttek ki, de igazából úgy látom, hogy nem is ültettem ide őket vissza, úgyhogy ez nem is akkora csoda. Jó, nem is kevesen vannak odabent. Hogy kéne ezt úgy megcsinálni, hogy mi ne halljunk bele, de ők lássanak. Hello! Reméljük a creeper se fog meglátni minket. Ez így nagyon jó. Gyertek, csak gyertek. Na basszus. Ez nem hangzott jól. Jó, hát nem vészes. De a kis kerítés az felrobbant. Éni. Jó, hát az életünk az lement, de lett 8 darab csontunk, ami már egy nagyon jó hír. Ugyanis így tudunk csinálni egy csomó búzát. Zseniális, és lett 18 darab magunk is, amiket már el is ültetünk itt gyorsan. Búzából pedig mindenkit megetettünk egyszer, akkor a malacokat nem, a malacok azok nem akarnak búzát enni. Szuper, a maradékból pedig csinálunk 2 darab kenyeret, és abban a pillanatban befaljuk, meg ezt az almát is még megesszük, hogy meglegyen a teljes életünk. És ezt az epizódot itt zárjuk. Szerintem nagyon jó kezdés volt, van most már mindenünk, ami a túléléshez kell. Mob farmunk, rendes farmunk, meg állatfarmunk, mindenünk van. Úgyhogy a következő részben innen folytatjuk, addig is legyetek jók, sziasztok!